Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Osváth Sarolta vagyok. Vendégem pedig Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Az idén-nyáron a turista szezon kellős közepén egy botrány kavarta fel a közvéleményt. A Booking.com elkezdte abbahagyni a fizetést a szállásadóknak. Elsősorban Magyarországon tudunk róla, hogy nagyon sok panasz érkezett. A Gazdasági Versenyhivatal úgy tudom vizsgálatot indított erre. Milyen feladata van egy ilyen szituációban a versenyhivatalnak? Így van, a Gazdasági Versenyhivatal egy úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot indított az online szállásfoglalás piacán. De mielőtt ezt részletesen kifejteném, azért érdemes felidézni, hogy a turizmust, a szállásfoglalást ugye jelentősen érintette a COVID-19 járvány, nagyon hátrányosan, gyakorlatilag lenullázódott egy ideig ez az iparág. Majd aztán ugye viszont ennek volt egy olyan hatása, hogy nagyon sokan online térben kezdtek el intézni a különböző ügyeiket, ezért a COVID-19 utáni időszakban viszont egy jelentős felfutás mutatkozott ezen a területen. Tehát a turizmus az egy kiemelten fontos nemzetgazdasági ágazat, és a turisztikai szállásfoglalásoknak egy jelentős része már különböző online felületeken, online platformokon zajlik. És a magyarországi piac ebből a szempontból olyan különleges, hogy van egy nagy szereplője a magyarországi piacnak, ez a Booking.com, amely jelentős mértékben a magyarországi piacnak a forgalmát bonyolítja. Nagyon sokan foglalnak szállást ezen az oldalon, igen, és nagyon sok szállásadó ezen keresztül adja és ki a... És nagyon olajozottan működik. És ez jól működött, majd a Gazdasági Versenyhivatal is nagyon sok panaszt kapott az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag az elmúlt egy hónapban minden napra jutott legalább egy panasz, ami azzal kapcsolatban érkezett, hogy ez a szállásfoglaló platform nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, és ezért fordultak a Gazdasági Versenyhivatalhoz is fogyasztók. A Gazdasági Versenyhivatal... A fogyasztókat hogy érintette ez? Hiszen ez azokat érinti, akik a szállásokat kiadják, akik a vendéget fogadják. A vendéget akkor nem fogadták? Vagy igen, hogy jelentkezett ez? Ez egy úgynevezett B2B, tehát egy business to business, tehát két piaci szereplő közötti szerződéses viszony, és... Alapvetően szállásadók fordultak a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy ők nem kapják meg a szerződésben foglalt díjakat. Tehát magánszállásadók, ezek jellemzően kis magánszállásadók, akik néhány szobát, egy-két apartmant adnak ki. Kispanziókat például. Tehát jellemzően ezeket a szállásadókat érintette ez a probléma. Ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség egy felmérést is végzett, hogy ez ezres nagyságrendű azok, akik szembesültek ezzel a problémával. Uh-huh. És a Gazdasági Versenyhivatal is nagyon sok panaszt kapott, és ilyenkor minden esetben a GVA úgynevezett panasz eljárást indít, tehát a kollégáim, a szakértő kollégáim részletesen megvizsgálják a panasz alapját, a panasz körülményeit, akár meg különböző információkat, adatokat kérnek be ezzel kapcsolatban, és ez alapján született az a döntés, hogy a Gazdasági Versenyhivatal egy úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot indít, ahol megvizsgálják a kollégáim azt, hogy az online szállásfoglalás piacán, ez egyébként nem csak a Bookingot érinti, hanem a teljes piacon, hogyan alakultak az elmúlt időszakban a versenyviszonyok, lehetett-e valamilyen versenytorzulás egyébként a piacon, és az, hogy ez a szolgáltató a hírek szerint máshogy kezelt egyes partnereit, tehát valakinek fizetett, valakinek meg nem fizetett, a hírek szerint nagyobb hotelek megkapták a pénzüket, kisebb szállásadók nem, ez lehetette valamilyen negatív hatással a versenyre, érinthette ez valamilyen módon a piaci versenyt, ezt most vizsgálják a versenyhivatal kollégái, és hamarosan le fogunk tenni egy elemzést ezzel kapcsolatban. Van még akkor korai azt találgatni, hogy vajon a Booking.com miért került ilyen fizetésképtelenségi vagy ahhoz közeli állapotba, hogy bizonyos kisebb tartozásokat nem tudott kifizetni. Gondolom, még erre a vizsgálat nem derített fényt. Mikor várható, hogy ez kiderül? A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására a Gazdasági Versenyhivatalnak a törvény szerint 30 napja van, ami kétszer indokolt esetben 30-30 nappal meghosszabbítható. Természetesen ilyenkor a versenyhivatal az érintett cégektől is bekér adatokat, információkat. Ugye az ágazati vizsgálat sosem egy konkrét cég ellen irányul. Tehát a GVH vizsgálói, szakértői a teljes online szállásfoglalási piacot meg fogják vizsgálni, és ez alapján természetesen a Booking
cégektől is fognak információkat, adatokat kérni arra vonatkozóan, hogy mégis az a kereskedelmi gyakorlat, amelyet folytatott az elmúlt időszakban, az hogyan nézett ki, milyen szerződések alapozták meg ezt, és mi volt alapvetően a kifizetéseknek a háttere, mi állhatott ennek a probléma hátterében, és ez alapján a gazdasági versenyhivatal konkrét javaslatokat fog megfogalmazni annak érdekében, hogy ilyen helyzet a jövőben ne állhasson elő, mert lehet, hogy egyenként egyébként itt nem túl nagy összegekről volt szó, bár a hírek szerint egyes szállásadók több millió forinttal is vagy elmaradt egyes szállásadók fölé, ami nyilván egy kis szállásadónak ez akár a napi működését is negatívan befolyásolhatja, a piaci versenyben elfoglalt helyét negatívan befolyásolhatja, ezért a gazdasági versenyhivatalnak kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, és a versenyhivatal mindig a magyar szállásfoglalók és a magyar szállásadók oldalán áll, ezért is vizsgálják most a kollégáim bőzerővel. De gondolom az is azért beleszámít a vizsgálódás mélységébe, hogy a Booking.com-mal már volt egy afférja a gazdasági versenyhivatalnak, úgy tudom, az egyik legnagyobb mértékű bírságot kapta 2020-ban valamilyen hasonló ok miatt. Igen, azt tudni kell, hogy a Booking.com egy jelentős erőfölénye szereplője ennek a magyarországi piacnak, és valóban a versenyhivatal már korábbi években is vizsgálta ezt a területet. Egyrészt az online szállásfoglalás piacán, a szállásfoglalás piacán 2016-ban zárt le egy részletes elemzést, és abban jelezte egyébként már a GVH, hogyha változnak a piaci viszonyok, akkor újra meg fogja vizsgálni ezt a területet, most eljött ez az idő. És valóban a Booking.com-mal szemben folyt egy eljárás, ami 2020-ban zárult le, ami minden idők legmagasabb fogyasztóvédelmi típusú bírságával, egy 2,5 milliárd forintos bírsággal zárult. Ekkora bírságot fizetett be ez a holland multi a magyar költségvetésbe, azért, mert több ponton is megtévesztette a magyar fogyasztókat. A versenyhivatal azt állapította meg, hogy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott több területen is, és ezért 2,5 milliárd forintos bírságot kellett befizetnie a magyar költségvetésbe. Hát kíváncsi van, várjuk akkor ennek a vizsgálatnak az eredményét, hogy mekkora bírsággal vagy annélkül zárul-e a dolog. Ez belátható időben meg fog történni. A gyorsított ágazati vizsgálatnak az eredménye nem lehet bírság, hiszen ez egy elemzés. Ugyanakkor a kollégáim feltárhatnak olyan körülményt, ami esetleg indokolhat versenyfelügyeleti eljárás megindítását bármelyik céggel szemben, amely érintett ebben a vizsgálatban, és természetesen ennek aztán már lehet szankció is a vége. A heti tévénézőit is tájékoztatni fogjuk erről, hogy milyennek a kimenetlen. Mindenképpen, igen, köszönöm szépen a részletes beszámolót, és van egy sikertörténetünk is, ha lehet így nevezni, az árfigyelő rendszer, aminek most már, ha jól tudom, rekordlátogató száma volt, elérte az 1 milliót is. Ez egy nap, vagy összesen eddig, vagy hogy kell ezt értelmezni? Nagyon biztatóak az árfigyelő eredményei. Július 1-én indult el ez a rendszer, hogy a gazdasági versenyhivatal működteti az árfigyelő.gvh.hu oldalon. 62 termékkategóriában 6 kereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában hasonlíthatják igen, össze. Igen, sokan is várjuk már ezt és használjuk. Az árakat a vásárlók, és köszönjük a fogyasztóknak a bizalmat, köszönjük azt, hogy használják napi szinten ezt az oldalt, ezt a szolgáltatást. Az első két hónap, most már lassan két hónap telt el az indulás volt a tapasztalat, egy két nagyon fontos tapasztalat van. Az egyik az, hogy a magyar emberek szeretik, van igény egy ilyen szolgáltatásra. Ez is pozitívum, de hogy hatott ez az inflációra, mert az volt a fő cél, hogy a verseny erősödjön. Igen, a látogatók száma már meghaladja az 1,1 milliót, tehát sokan használják ezt, és törekszünk arra, hogy folyamatosan újabb és újabb funkciókkal lássuk el az oldalt, és valóban nagyon fontos cél az, hogy az oldal hozzájáruljon az árak csökkentéséhez, megakadályozza, hogy a multik emeljék az élelmiszerek árát, és ez jelenten működik, hiszen a figyelt 62 termékkategóriából több mint 50 termékkategóriában jelentősen csökkentek az átlagos árak, összességében közel 8%-kal, aminek már érzékelhető infláció csökkentő hatása is volt, és hatott az élelmiszerinfláció csökkenésére is. Ugye emlékszünk, január-februárban nagyon magas volt az élelmiszerinfláció, ez gyakorlatilag megfeleződött azóta a különböző intézkedéseknek eredményeként, és ennek egy eleme az árfigyelő rendszer, ami a gazdasági versenyhivatal elnökének javaslatára jött létre, a GVH és a kormány, Magyarország kormánya közösen dolgozta ki ezt a rendszert, és nagyon bízunk benne, hogy a jövőben is az a
az öldöklő verseny, ami kialakult a kereskedelmi láncok között az elmúlt időszakban, hogy akár napi szinten is változtatják az áraikat, akcióznak, csökkentik igen, az árakat. Lehet tapasztalni hiszen, az üzletekben hiszen mindenki is. Látja az árfigyelőben, ami mennyibe kerül, és nyilván egy verseny van, amikor egy versenyhelyzetet teremt az árfigyelő, azzal, hogy megmutatja, hogy az egyes termékkategóriában ki kínálja a legolcsóbb, a legalacsonyabb áru élelmiszert, akkor a versenytársak akár napi szinten is reagálnak erre, és hozzáigazítják az áraikat. Korábban ez csak heti rendszeressége volt jellemző, ugye egy általában heti árazásban voltak. Tehát nagyon bízunk benne, hogy az árfigyelő a további állam is működni fog. És várható, hogy bővül a termékkör, amit az árfigyelőbe beraknak? Dolgozunk az árfigyelő fejlesztésen alapvetően két oldalról. Az egyik a funkcionális fejlesztés. Örömmel jelenthetem be, hogy holnaptól már egy több funkciós bevásárló lista is a fogyasztók rendelkezésére áll. Hogy hol a legolcsóbb a így van, tojás, és így van. Akkor oda hogyha, mehetek. Igen? Így van, hogyha van mondjuk 10 élelmiszer, amit rendszeresen szeret valaki vásárolni, akkor ezt bejelölheti, beklikkelheti, külön egy vásárló listában rendezheti ezeket az élelmiszereket. Arra is lehetőség van, hogyha valaki mondjuk a vásárlási szokásai olyanok, hogy mondjuk a zöldséggyümölcsöt az egyik kereskedőnél szereti vásárolni, mert ott a legszebb, a legfrissebb. A húsárút mondjuk egy másik kereskedőnél szereti megvenni, mert abban bízik. A tejtermékeket pedig egy harmadiknál, mert mondjuk a saját márkás termékeket szereti annál a kereskedőnél. Különböző kereskedőket is ki lehet választani, hogy mondjuk a tejet egyik helyen akarom megvenni, a húst a másik helyen, a zöldséget a harmadik helyen, és egy listába rendezve összeadja nekem majd a rendszer, hogy ez mennyibe kerül végeredményben. Itt, és arra is lehetőség van, hogy egy boltot válasszunk ki, és ugyanazokat a termékeket több boltban is kiválasszuk, több kereskedelmi láncnál is a listába helyezzük, és a rendszer pedig összehasonlítja számunkra, hogy ugyanaz a 10 termék mennyibe kerül az A kereskedőnél, mennyibe kerül a B kereskedőnél, a C kereskedőnél, és utána rögtön tudjuk, hogy hova induljunk vásárolni. Hát ez elsősorban azoknak kedvező, akik tudnak válogatni a kereskedelmi láncok és a kereskedők között, a nagyobb városokban nyilván, a kisebb településeket ez kevésbé érinti, de nagyon fogy az időnk, összesen egy percünk van. Így van, és még azon dolgozunk nagyon, hogy bővítsük a termékkört. Tehát, ezt hogy 62 termékkategórián kívül újabb termékek kerüljenek be az árfigyelőbe. Nagyon sok fogyasztói jelzést kapunk. Vannak különböző speciális élelmiszerek, laktózmentes, cukormentes. Azok nagyon drágák. Nagyon sokan élnek különböző élelmiszerintoleranciával, akár milliós nagyságrendű is azok a akik ilyen ételeket tudnak csak fogyasztani, és ezek nagyon drágák, nagyon megdrágultak az elmúlt időszakban. Szeretnénk, hogyha az árfigyelő hozzájárulhatna ezeknek az árának a csökkentéséhez is, illetve különböző háztartási cikkek, higiénés cikkek, a kisgyermekesek által gyakran vásárolt cikkek is bekerülhetnek majd az árfigyelőbe, hiszen ezzel is tudunk segíteni a családoknak, tudunk segíteni azzal, hogy csökkenjenek az árak, és csökkenjen aztán az infláció. Igen, hát reménykedünk ebben, hogy csökken az infláció. Ezen dolgozunk, több pénzünk marad a zsebünkben. Ez lenne a cél, hogy a reálbér növekedés visszaálljon, az infláció csökkenjen, a bérek pedig növekedjenek, és a fogyasztás pedig a fogyasztás pedig bővüljön, több pénz maradjon az emberek zsebében. A gazdasági versenyhivatal szakértői is ezen dolgoznak minden nap. Köszönöm szépen, visszavárjuk. Viszontlátásra, kedves nézőink, most pedig következik a Pirkadat független híradója, és utána folytatjuk. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.